estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Pécsváradi Városi Televízió márciusi első adását látják. Programunk a hagyományos műsorrendünknek megfelelően alakul. Ma este ismét csak a szokásos magazin műsort sugározzuk, ezúttal egy kicsit bővebb terjedelemben, tekintettel arra, hogy több korábbi tudósítással is adósak vagyunk önöknek. Első tudósításunk a kommunizmus áldozatainak emléknapjához kötődik. Február 25-én az emlékkőnél szervezett megemlékezést Pécsvárad város önkormányzata. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt emlékezők, ünnepségünk elején énekeljük el közösen a himnuszt. Zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallatószobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában, ott zsarnokság van, nem csak a füstsötéten lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok falmorzéjében, nem csak a bíró hűvös ítéletében, bűnös, ott zsarnokság van. Nem csak a katonáson pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban, és abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák, nem csak a titkon félig nyílt ajtón, ilyetten besuttogott hírekben, a száj elé hultan, pszt jelző újban, hogy zsarnokság van, nem csak a rács szilárdan fölrakott arcvonásban, és e rácsban már szótlan vergődő jajsikolyban, a csöndet növelő néma könnyek zuhatagában, kimerett szembogárban, hogy zsarnokság van, nem csak a talpra álltan harsogott éjenekben, hurrákban, énekekben, hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt emlékezők, Íj és Gyula egy mondat a Zsarnokságról című verséből idéztem. Az országgyűlés 2000. június 16-án hatályba lépett határozatával minden év február 25-ét a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapjává nyilvánította. Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát 1947-ben, azaz pontosan 75 évvel ezelőtt ezen a napon a kommunistákkal szembeni kiállása miatt a szovjet hatóságok letartóztatták és a Szovjetunióba vitték,
ahol 8 évet töltött fogságban, először a Gulágon, majd 1951. szeptember 25-től az Állambiztonsági Minisztérium moszkvai központi börtönében. A politikus letartóztatása és fogvatartása az első lépés volt azon az úton, amelynek során a kommunista párt kiiktatta az ellenszegülőket, és így haladt a totális egypárti diktatúra kiépítése felé. Az eset ezzel a demokrácia és a szabadságjogok semmibevételének jelképévé vált, amely a kommunizmus közel 50 éves uralmát jellemezte. Kovács Béla típus példája lett a pártállami rezsim áldozataiként számon tartott embereknek. A kommunizmus fekete könyve becslések és levéltári kutatások alapján körülbelül 100 millióra teszi a kommunizmus áldozatainak számát az egész világon. Kelet-Közép-Európában, az éhínségben, kényszermunkatáborban vagy kivégzés által elhunyt áldozatok száma eléri az 1 milliót. De a rendszer áldozata az is, akit börtönbe zártak, vallattak, kínoztak, megbélyegeztek, akit csoport vagy vallási hovatartozása miatt üldöztek, vagyis mindenki, akit a szabad cselekvés és választás lehetőségétől megfosztottak, testileg és lelkileg megnyomorítottak. Pécsváradon a már korábban felállított Málenki robotra hurcolt német és kitelepített felvidéki és a zsidó áldozatok emlékköve mellé 2017-ben Kovács Béla főtitkár letartóztatása után 70 évvel került a kommunista diktatúrák áldozatainak emlékére emlékmű itt az Európa téren. Sajnos különösen tragikus a mérleg, amikor 20. századi történetén tekintünk végig hazánknak. Két világháború pusztítása és embervesztesége, az 1919-es forradalmi és az azt követő ellenforradalmi terror, a trianoni országcsonkítás máig ható következményeivel, a holokauszt iparszerű tömeggyilkossága, a nyilas rémuralom, majd a néhány évvel később kiépülő kommunista diktatúra, amely első másfél évtizedében Rákosi és Kádár vezetése alatt ma már nehezen képzelhető terrorral tartotta rettegésben a társadalmat. Persze a történelem sötét árnyaira, a keserű múltra nem szívesen emlékezünk, ugyanakkor mégsem szabad hagynunk feledésbe merülni múltunknak ezeket a tragikus fejezeteit, különösen most, ugye, amikor a tegnapi híradásokból értesült megrázó és bizony elkeserítő eseményeket hallhatjuk és hallottuk. A múlt akarva, akaratlanul is velünk és bennünk él, gesztusainkban, gondolkodásunkban, erkölcseinkben és szokásainkban. Mindaz, ami elődeink, szüleink és nagyszüleink nemzedékével történt, valamiként része nem csak a mi, de gyermekeink és unokáink életének is. A felnövekvő nemzedék önismeretét, társadalmi tisztánlátását pedig pont a maihoz hasonló megemlékezések segítik és biztosítják. Ennek megfelelően 5 éve helyezünk el koszorút és emlékezünk lehajtott fővel az elmúlt évszázad, így a kommunista diktatúrák áldozataira is itt az Európa téren. Mert ahol zsarnokság van, minden hiában, a dal is, az ilyen hű akármilyen mű, mert ott áll eleve sírodnál, ő mondja meg ki voltál, borod is neki szolgál. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Megkérem a Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola történelem tanárát és igazgató helyettesét, Friss Péter barátomat, hogy az iskolásokkal jöjjenek ide az emlékkőhöz, és egy pár gondolatot az emléknak kapcsán osszanak meg önökkel is. Köszönöm szépen, alpolgármester úr, a lehetőséget, kedves vendégek, és most ne haragudjanak meg, hogyha elsősorban a gyerekekhez szólok, hiszen így is egyeztettünk alpolgármester úrral. Nem akarom az időtöket rabolni, mert elég hideg van, de minden évben tiszteletünket tesszük itt, ennél az emlékkőnél, most már 5. éve, ahogy alpolgármester úr is említette, és mindig a 8-osokat hozzuk ki, mert hogy ti, ez a korosztály már hallott olyan szavakról, hogy kommunizmus, hallott olyan szavakról, hogy gulág, hallott olyan szavakról, hogy koncepciós perek. És szó volt Kovács Béláról, akinek az elhurcolása miatt emlékezünk erről a napról. Van egy-két érdekes információ ezzel kapcsolatban. Egyrészt Kovács Béla egy pécsi politikus volt, itt a Mecsek alján élt és itt ténykedett. És a másik érdekes dolog a Kisgazda párthoz való kapcsolódása.
Az az érdekesség, hogy a Kisgazda párt 1945. február 25-én kormánypárt volt. Ami azt jelentette, hogy jelen pillanatban ők voltak azok, akik úgymond kormányt alakíthattak Magyarországon. A 45-ös választást, hogyha emlékeztek rá a tanulmányaitokban, a Kisgazda párt nyerte meg több mint háromszoros többséggel, és nem is kellett volna kommunistákat bevenni a koalícióba, a szövetségbe. Azért külső nyomásra ezt meg kellett lépniük, több mint háromszor annyi képviselőjük volt, és a legjobb és a legfontosabb miniszteri posztokat oda is kellett adni. És talán emlékeztek történelem órán egy ilyen kifejezésre, hogy szalámi taktika. Azért, hogy most végignézek az arcokon, és többen bólogatnak, ugye ez volt a kommunista pártnak a taktikája, hogy szépen egyesével, úgy ahogy a szalámit is felszedik az asztalnál, szétszedi a politikai ellenfeleit, és miért pont Kovács Bélára esett a választás, vagy ő volt az első célpont? Hát ő volt az a politikus, aki fölemelte szavát ezzel ellen, amit most elmondtam, hogy egy kormánypártot hogy lehet így sarokba szorítani, egy hatalmon lévő pártot, egy olyan párttal, aki örülhetett annak, hogy bevették a szövetségbe. Hát sajnos megtörtént ez, és talán emlékeztek rá még a tanulmányaitokba, hogy alig pár hónap múlva jött az az úgynevezett kék cédulás választás, a magyar történelem egyik legnagyobb csalása, és onnantól kezdve, hát egy hasonlattal élve beindult az úthenger, és gyakorlatilag meg nem álltunk addig, míg Rákosi Mátyás át nem vette a hatalmat is kialakította egypárti diktatúráját. Az is érdekes volt, hogy elhangzott még két név, Kádár és Rákosi. Mindig el szoktam mondani, hogy Kádár János Rákosi idejében börtönben is ült, tehát ő is gyakorlatilag mondhatni, hogy a kommunizmus egyik korai áldozata lett, majd Kádár Jánosnak is lettek áldozatai, és ez a legdurvább ebben az egész rendszerben. Nem tudhatta az ember, hogy mikor lett elítélve a rendszer által, lehetett egyszer az egyik oldalon, és azonnal átkerülhetett a másik oldalra. És végezetül, hogy miért ide jövünk, és hogy ne csak a kommunizmus áldozatainak emléktáblájára gondoljunk, egy diktatúrának, egy hatalmi rendszernek rengeteg áldozata lehet, és én azt gondolom, hogy mindegyik táblára, ha ránézünk, valahogy kapcsolódik valamilyen diktatúrához, és ebből kifolyólag ezek mind áldozatai lettek, akire itt ezeken a táblákon emlékezünk, nem csak a tőlem balra látható táblán. Én köszönöm szépen a lehetőséget, hogy egy rövid ideig megemlékezhettünk, és megemlékezhettem erre a napra, erre az eseményre, és hát akkor megkérném a nyolcadikosoknak a képviselőt, hogy legyenek szívesek, egy kicsit fáradjanak közelebb, és akkor ők is helyezzék el a virágaikat az iskola nevében. Köszönöm szépen! Iskolások virágai és mécsesei mellett koszorút helyez el Pécsváradváros önkormányzata.
Koszorút helyez el a Baranya megyei önkormányzat Pécsváradi járási hivatala. Koszorút helyez el a Pécsváradi Német Nemzetiségi Önkormányzat. A Pécsváradi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat. Baranya megyei szakképzési centrum II. Béla technikum és kollégiuma. Koszorút helyez el a Pécsváradi Várbaráti kör. Pécsváradi Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyesülete. És végül koszorút helyez el a Pécsváradi Felvidékiek klubja.
tisztelt Hölgyeim és Uraim! Külön köszönöm a Pécsváradi Részfúvós Kamara Együttesnek a zenei közreműködést és felkészítő tanároknak, karnagyunknak, Wagner József úrnak az irányítást. Megemlékező ünnepségünk végén énekeljük el közösen a szózatot. Köszönöm szépen a megtisztelő jelenlétet, és természetesen akik még szeretnének virágot elhelyezni az emlékkőnél, nyugodtan megtehetik. Köszönjük szépen! Kedvezőtlen időjárás miatt néhány hét késéssel február 26-án került megrendezésre az a zarándoklat, melynek célja volt végigjárni azt az utat, amit a Málenki robotra elhurcoltaknak kellett megtenniük 1944. december 26-án Gerezslak és Pécsvárad között. A gyalogtúra Pécsváradon az emlékparkban koszorúzással záródott. Szervező Gerezslaki, Fazekasbodali, Nagypali és Pécsváradi német önkormányzatok nevében sok szeretettel köszöntünk mindenkit Misivel.
aki tegnap volt a Tiszta Sváb című előadáson Pécsen, ők a mai napra még egy plusz emléket, plusz töltetet kaptak a mai túrához. 1944. decemberében, december végén harangszóra indultak el Gerezslakról azok, akiket összegyűjtöttek Málenki robotra. Harangszó kísérte őket, és mi is ehhez az időponthoz illesztettük a túránknak a kezdetét. Ugyanúgy harangszóval szeretnénk elindulni, ahogy ők ezt tették. Sokan nem tértek vissza, és sokáig nem volt szabad erről beszélni. Most már szabad, egyre többet tudunk erről, és szeretnénk ezt, ennek méltó emléket állítani ezzel a túrával is. Én sok szeretettel köszöntök mindenkit, igazából majd a végén szeretnék hosszabban beszélni. Most úgy számoltam, körülbelül 60-an vagyunk, és tudok arról, hogy többen fognak még menet közben csatlakozni. Remélem lemorzsolódni nem fogunk. Végül is most egy alkalmas időjárás az, ami kedvez számunkra. Ugye, a zónos eső miatt kellett a decemberit elhalasztani, és akkor nem tudhattuk előre, hogy vajon az, hogyan alakul az időjárás. De igyekszünk valamikor mindig a napjához közel, tehát karácsony után intézni ezt a dolgot, és amit ma még nem teszünk meg, de jövőre már biztosan megtehetünk, az egy apró kitérő lesz Pécsváradon, amikor a vasútállomásra is ellátogatunk. A vasútállomáson már ott áll az a vagon, ami valamikor Pécset a Málenki robottal kapcsolatos kiállítás szolgálta. Ő lesz berendezve, illetve a vasútállomás épületében ezt újítjuk most éppen föl. Szintén a Málenki robotra fogunk emlékezni.
Hölgyeim és uraim, kedves túra résztvevők, a szervezők nevébe köszönöm azt, hogy ilyen szép számba végig csináltuk, végig jártuk ezt az utat közösen. Ennek a túrának ugye az a célja, hogy ne ellentétet szídjunk, de emlékezzünk azokra a történésekre, amelyek a II. Világháború után történtek. Itt Pécsváradon különösen próbálunk erre dologra ügyelni, ha valaki megnézi itt a mögöttem levő emlékköveket, akkor látja, hogy különböző nemzetiségeknek, különböző embereknek állítottunk, áldozatoknak állítottunk itt emlékköveket, többek között azoknak, akik a Málenki roboton, illetve azután a következő kitelepítésnek az áldozatai voltak. És tettük ezt úgy, hogy mellette ott vannak a hasonló áldozatok, például a felvidéki magyarok emlékköve is itt szerepel. Vagy most, akkor, amikor a túra befejeztével itt Pécsváradon is vendégül látunk mindenkit, akkor egy olyan emlékházba megyünk el, amely egyszerre szól a felvidéki magyarokról és a pécsváradi németekről. Emlékeznünk kell, tovább kell adnunk ezeket a dolgokat, ezért azt kérem, hogy mindenki a fiatalabb generáció részére is meséljen ezekről a történetekről. Fontos számunkra, hisz kiszámíthatatlan, hogy milyen a világunk, ha csak arra gondolok, hogy a napokban megint milyen háborús helyzet kezd kialakulni, aminek ebben a pillanatban nem látjuk, hogy mi lesz majd a vége. És szeretnék mindenkit arra is invitálni, 2 hónappal ezelőtt adtunk át egy német tanösvényt, aki teheti, nem ma elfáradtunk, szálljon arra időt, hogy az itt mellettem levő egyik állomáson, a műfáz előtt, illetve mindjárt itt a polgármesteri hivatal előtti téren több olyan táblával találkozik, ahol érdekes történeteket lehet a pécsváradi németséggel kapcsolatosan megnézni, illetve utána el kell indulnia a valamikori Német utcán, itt éppen velünk szembe, északi irányba, ahol a további táblákat helyeztük el. És biztos vagyok benne, hogy jövőre akkor, amikor újra ezt az emléktúrát szervezzük, akkor egy kitérőt is tehetünk, vagy esetleg ott fejezzük be, ezt majd eldöntjük, hogy a koszorúzás után esetleg tovább megyünk, hiszen a vasútállomás szerves része volt ezeknek a történéseknek, ezeknek az eseményeknek. Ezen a vasútállomáson a terveink szerint már ott van az a marhavagon, ami kiállítási célokat szolgál. Béreljük az állomásnak az épületét, és alakítjuk át azzal a céllal, hogy iskolai csoportoknak ezeket a történéseket, ezeket az eseményeket, ezt a történelmet be tudjuk mutatni. Mindenképpen azt gondolom, hogy a szerves része egy ilyen emléktúrának. És kanyarodjunk vissza az elejéhez. Szeretnék a mellettem álló Sulte Balázsnak köszönetet mondani. Ő a Magyarországi Németek Országos Önkormányzat elnökségének is tagja, de egyébként aktív van, a gerezslaki eseményeket irányítja. Ő az ötletadója ennek az emléktúrának, és azt külön köszönöm, hogy ötletadója a vasútállomás ilyen módon való átalakításának is. Azt gondolom, hogy Balázs mindenképpen megérdemel egy tapsot, hisz ezt a túrát is, és az elmondott dolgokat is ő szervezte. És ahogy mondtam is, mindenkit invitálok, talán 50 métert kell elindulni ebbe az irányba, a volt Német utcán is, rögtön jobbra az első ház, az az emlékház, ahol szeretnénk vendégül látni mi pécsváradiak is a túrán résztvevőket. Még egyszer mindenkinek köszönöm szépen azt, hogy emlékezett ezen a túrán. Gondoljon arra, hogy azok, akik ezen a túrán valamikor végigmentek, nem tudhatták, hogy mi lesz a sorsuk. Mi úgy tudtuk ezt a túrát végig menni, hogy tudtuk, hogy ma estére hazamehetünk és pihenhetünk. Az akkori résztvevők valahova az ismeretlenségbe mentek tovább. Köszönöm még egyszer mindenkinek. Ez a túra egy gyönyörű összefogásnak az eredménye. Szeretném megköszönni és egyben koszorúzásra invitálni azokat a településeket, akik részt vesznek a szervezésben, és akik szeretnének emlékezni. Köszönöm szépen Szellő önkormányzatának, hogy idén először csatlakoztak hozzánk, és szeretném őket felkérni a koszorúzásra.
köszönet a segítségért, és szeretném felkérni Fazekas Boda képviselőjét a koszorúzásra. Szeretnék megköszönni és egyben felkérni Nagy Pál képviselőjét a koszorúzásra. Szeretném felkérni Geres Lap képviselőjét a koszorúzásra. Szeretném felkérni a Pécsváradi Felvidéki Kör tagjait a koszorúzásra. Szeretném felkérni Pécsvárad képviselőjét a koszorúzásra. Pécsváradi Német Önkormányzatot szeretném felkérni a koszorúzásra. Köszönjük szépen a részvételt, és jövőre még egy koszorunk van. Szeretnénk, hogyha a túrázók közül, aki szeretne emlékezni, esetleg aki érintett
a túrázók között szeretnénk kérni, hogy jöjjön és helyezzen el egy koszorút a résztvevők nevében. Következő percekben tekintsenek vissza velünk még egy múlt havi eseményre. Február 25-én a sportcsarnokban rendezte szalagavatója a 2. Béla középiskola. A következő percekben kérem nézzék meg képes összefoglalónkat. Oh,
a külvilágnak, hogy ti, a növendékeink, hamarosan kiléptek a második fél a középiskola falai közül. A szalagtőzéssel jelezzük, hogy büszkék vagyunk rátok. A nálunk töltött évek alatt gyermekből ifjúvá értetek. Hamarosan szakmai, illetve érettségi vizsgát tettek. Ismereteket szereztetek, élményekben, tapasztalatokban gazdagodtatok az elmúlt években. A kívánság tehát bizonyos értelemben már valóra vált. Szeretünk benneteket, mi a tanáraitok, szüleitek, rokonaitok. Ha gyakran morgolódunk is, szeretünk benneteket akkor is, ha néha túldatosakat, türelmetlenek vagytok, esetleg visszabeszéltek, feladatvégzés helyett ústálkodtok, túlságosan nyüzsögtök az órán, vagy sokat dolgoztok. Szeretünk akkor is, ha eltérően gondolkodunk bizonyos dolgokról. Például néhányan közületek azt hiszik, hogy a matematika egy megfejthetetlen kódrendszer, ami kifejezetten a tanulók osztatására került a tanrendbe, és csak azért se tanulják. Pedig a sikerhez ennek a tanulása sem. Kedves végzősök, nem volt könnyű ez az elmúlt két év. Tiszteljük a veszélyhelyzetben való helytállásokat. Mi a tanáraitok és a szüleitek tudjuk jól, hogy nem hevelészés volt a digitális tanulás korszaka. Sokan közületek, felnőttek gondjait vették magukra. Kis testvér kellett otthon ápolni, családtagok, beteg rokon ápolni. Néhányan közületek dolgozni is kényszerültek, mert a család elvesztette a megélhetési forrását, és mindez a tanulás mellett. Tiszteljük a teljesítményeteket, a szép tanulmányi és versenyeredményeket. Ugyanakkor mi a tanáraink azt is tudjuk, hogy vannak még rejtett energiáink, szúnyadó képességeink. Csak játszunk el a gondolattal. Mi lenne, ha egyszer önmagatokat pápláztatnátok el azzal, hogy meg is teszitek azt, amire képesek vagytok. Mert képesek vagytok ti a csodákra is. Ha akartok, tudtok küzdeni. Képesek vagytok nagy teljesítményt elérni, érezten viselkedni, szeretettel fordulni a másik felé. Tudtok ti nagy lelkűek is lenni, és tudtok tenni a közösségért is. Köszönöm, hogy ilyenek is vagytok. Köszönöm a szülőknek és nektek, hogy a második vélát választottátok iskolátokból. Köszönöm, hogy a fiatalság, bolondság, ti vagytok, hogy élettel töltitek meg az iskolát. Mert gondoljunk csak vele, mi lenne velünk tanáraitokkal, ha néha nem kellene nyomoznunk egy-egy betört ajtó, eltört cég, ajtó helyett esetleg egy kissé gyanús szülői igazolás láttán. Biztos, hogy mondkoznánk. Igen, az erő sokszor veletek volt az elmúlt években. Mindezek ellenére mi nagyon örülünk, hogy itt vagytok. Kérlek benneteket, köszönjétek meg tanáraitoknak a sok-sok segítséget. Szüleiteknek, hogy mellettek állnak, óvnak benneteket. Kedves tanulók! Szeretjük azt hinni, hogy mi irányítjuk az életünket, hogy jól vesztük a felmerülő akadályokat. De mi van akkor, ha váratlan csapás ér bennünket? Legyen szó akár egy rosszul sikerült vizsgáról, szerelmi csalódásról, betegségről, vagy akár a legnagyobb tragédiáról, egy szeretünk elvesztőségről. Közhelynek hangzik, de mi tudjuk jól, hogy a közhelyekben van a legtöbb igazság, az élet ilyenkor is megy. Veszteségeink világítanak rá, létünk törékeny voltára, arra, hogy az élet és a boldogság nem magától értetődő. Erre az utóbbi két év nagyon is megtanított bennünket, és hogyha most figyelünk a híreket, akkor a határainkon túlból ismét olyan hírek érkeznek, hogy nem lesz könnyű ez az év sem. Ha megértjük és elfogadjuk, hogy a nehézségek elkerülhetetlen, és ha megtaláljuk a kapaszkodókat, akkor személyiségünk pozitív irányba fejlődik. De a pozitív életszemlélethez bátorság is kell. Legyetek bátrak!
Merjetek nyitottak lenni, merjetek igen mondani egy új emberre az életetekben, egy akár barátra, akár egy új szerelemre. Higgyetek abban, és tegyetek meg mindent érte, hogy jók lesztek a választott hivatásokban. Higgyetek abban, hogy lesz részetek megbecsülésben. Higgyétek el, ha többieknél egyel többször próbálkoztok, esély van arra, hogy megtaláljátok a boldogságot. Szeretni fogtok, és benneteket is szeretnek. Pázmány Péter szavaival ezt kívánom nektek ezen az ünnepen. Nemes szép élethez nem kellene nagy cselekedetek. Csupán tiszta szív, és sok-sok szeretet. Kedves részesek! Minden nap megszűnik valami, amiért az ember szomorkodik. De mindig születik valami új, amiért érdemes élni és küzdeni. Ez az ókori görög filozófus Heraklejtosz tudott valamit. Amikor azon törtem a fejem, hogy mit is mondhatnék nektek ezen a szép estén, nekem is hasonló gondolatok jutottak eszembe. Ha felidézem az elmúlt évek veletek kapcsolatos élményeit, eszembe jut a sok nevetés, a jó kedvetek, de látom magam előtt azt is, amikor benyújtok a terembe, és kétségbe esetten kérdezitek, hogy ezúttal mivel érdemeltetek ki egy újabb történelmi dolgozatot. Emlékszem az önfeledten éneklő osztálykirándulós társaságokra, a közös főzésekre, hangulatos karácsonyi várunkra, a koranyári időben Balatonban fürdő lelkes diákokra, de ugyanígy a folyoson vigyergő, összetört szívű ősszerelmesekre is. Négy év alatt bőven volt lehetőségetek időt tölteni egymással, bulizni, lazulni, netán közösen lógni az órákon. Ezek mind kivagytok, ez mind megtörtént itt a második év a középiskolában. Egyik emléket sem kell megtagadni. Amiért ma még szomorkodtok, az évek tárlatából már nem lesz lényeges. Amiért élni és küzdeni kell, még előttetek áll. Jó kis csapat vagytok. Tudom, hogy őszinte bizalommal fordultok a másik felé, ha baj van. Tudtok örülni egymás sikerének, és tudtok együtt érezni a másikkal. Képesek vagytok bocsánatot kérni, és önzetlennek lenni. Ezek olyan értékek és kincsek, amelyeket őrizni kell. Akkor is, ha elmondok a középiskolai évek. Becsüljétek meg a barátságokat, amelyek itt kialakultak. Azt mondják, hogy a szalagavatóhoz hasonló ünnepi pillanatokban jó egy kicsit megállni és elgondolkodni. Igen ám, de hogyan állhatnánk meg, ha a világ arra sarkal minket, hogy folyton csak dolgozzunk. Joggal mondhatjátok, hogy mi tanárainknak sem hagyunk nektek időt megállni, hiszen gőzelővel hajtunk benneteket az érettségi és a szakmai vizsgák felé. Igaz. De ezekben a percekben talán mindenki fejében kirajzolódnak a legszebb élmények, amelyekre mindig jó szívvel fogtok emlékezni. Habár különösen nehéz volt az elmúlt két tanév, most mégis önök van benne. Itt állunk és benneteket ünnepünk. Büszkék is vagyunk rád. Vannak, akik eredményesen versenyeztek, de sokan, mint a hétköznapok csendes hősei fogtok meg veled a számunkra. Így vagy úgy, de közünk volt egymáshoz, és ez a lényeg. Most, amikor néhány pillanat múlva az ünneplő pártokra tűzzük a szaladokat, szeretnék köszönetet is mondani. Elsősorban a szüleiteknek, nevelőiteknek, tanáraitoknak, akik lehetőség szerint igyekeztek egyengedni utatokat. Hogy ez az út merre visz, azt talán még mi sem tudják. Vannak elképzeléseitek, de a következő hetekben, hónapokban válik meg világossá, hogy milyen irányba fordultok. Azt viszont tudom, hogy boldogok, elégedettek és szépnek szeretnétek lenni, pont olyanok, mint amilyenek a mai napon vagytok. Jól van ez így, de tudnotok kell, hogy az álmok csak akkor válnak majd valóra, ha nektek küzdeni érzik. Ne elégedjetek meg a minimálissal vagy a középszerűvel. Becsüljétek meg az elétek tárgyú lehetőségeket, és bontakoztassátok ki a bennetek rejlő tehetséget. Meg mindenkinek adatot van.
valami olyan egyedi látásmód vagy képesség, ami csak rám jellemző. Kedves végzősök, szívből kívánom, hogy az előttetek álló munkatételeket sikerrel vegyétek. Szeretettel köszöntelek benneteket, így és túl a gondolataival. Dolgozz, munkálj! A szép, a jó, a hasznos, mihely felkészül, az élethez áll. Minden jó mű egy-egy szabadságharcos. Légy hű magadhoz, olyanokat alkos, ne fogja a halál. Isten áldjon benneteket! Technikum 12. A-osztályos tanuló Nemes Nagy Ágnes versét mondja el. Nemes Nagy Ágnes, tanulni kell. Tanulni kell a téli fákat, ahogy tartik zuzmarása. Tanulni kell a nyári felhőt, a lobbanás nyílik ilyen. Tanulni kell vízet, diót, jegenyefát és fülhajót, a hétfőt, kezdett pénteket, szavakat, megnézést. Tanulni kell magyarul és világul, tanulni kell mindaz, ami kitár. Ami világít, ami jel, tanulni kell, szeretni kell. Thank you.
Volt nyílt Pécsváradon, a Kossuth Lajos utcában, a buszmegállóval szemben. A nyitás napján, a reggeli órákban kameránkkal mi is bekukkantottunk az új boltba. Balázs, arra kérlek, hogy mindenek előtt egy picit mutasd be a pécsváradi televízió nézőknek a céget. Hát augusztusban alapítottuk a cégünket, gyakorlatilag első üzletünk az Kozár Michelinben nyílt meg augusztus 2-án, és igazából szerettük volna a pécsváradiakat is egy szép állateledel üzlettel megajándékozni. Mivel hogy szilágyiak vagyunk, és a cégünk is szilágyi, ezért is szerettük volna, hogyha itt a pécsváradi és környező településeken élőknek lenne egy szép állateledel üzlet, aminek azért a kínálat elég bőséges ahhoz képest, hogy igazándiból üzletünk 30 négyzetméteres, de itt hipoallergén tápokkal is találkozhatnak, tehát érzékeny kutyusoknak, cicusoknak tudunk tápokat ajánlani. Igazából ennyi. Beszéljünk egy kicsit az üzletről. Hát, hogy nyilván a nézők majd láthatják, de mondjuk, hogy hol található. A Kossuth Lajos utca 5 szám alatt, itt az új építésű társasháznak az aljában. A kínálatról, hogyha hallhatnánk most, mert az imént már utaltál arra, mitől más ez az állateledel volt, mint a többi? Igazából 8 éve foglalkozok állateledellel, és tudom, hogy nagyon sok az érzékeny és allergiás kutyus például, és többféle táp közül tudnak választani, akiknek a kutyusa érzékeny vagy allergiás bármire. Kutyákat említettél, körülnézve a polcon azonban nem csak kutya eledelt látok. Igen, nem csak kutya és macska eledelés, felszerelés, hanem rágcsálóknak, nyusziknak, hörcsögöknek, tengeri malacoknak való felszerelésünk is van, akkor akváriumi halaknak való és madaraknak való felszerelés és eledelünk is van. Hogyha valaki betéved ide, és mondjuk nem profi, amatőr, állattartó, akkor számíthat-e arra, hogy segítetek neki? Persze, evidens. Igen, az új állattartóknak is szívesen adunk tanácsokat. Bármi kérdésük van, nekünk is vannak kutyáink, macskáink, tehát eléggé felkészültek vagyunk ebben a dologban. Van az üzletnek specialitása, tehát arra gondolok, hogy van-e olyan termék, amit csak kizárólag ti forgalmaztok? Hát kimondottan, amit mi forgalmazunk igazándiból Pécsváradon, igen. Bizonyos kutyatáp márkák vannak, amiket Pécsváradon csak itt lehet megkapni. Ugye a mai világban nagyon fontosak a különböző táplálékkiegészítők. Megtalálhatók-e ezek itt a boltban? Igen, különböző vitaminjaink vannak, vannak élősködők elleniszereink is, kozmetikumaink is, tehát bármi, ami kutyamacskával kapcsolatos, az megtalálható nálunk. Ugye óhatatlanul adódik a kérdés, hogy vajon az árak hogy alakulnak, hiszen hát nyilván ugye a konkurencia is vagytok, milyen árszínvonalat találkozhat majd a vásárló? Nem tartom valószínűleg, hogy drágábbak lennénk, mint a bármelyik konkurencia. Balázs, köszönöm szépen a tájékoztatót, illetve az interjút, és hát kívánom, hogy sikeresen működjön az üzletetek. Pécsváradiaknak meg azt kívánom, hogy mindenki találja meg azt, amit leginkább meg szeretne vásárolni itt ebben a szép üzletben. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, Önök a Városi TV márciusi műsorát látták. Csütörtöki adásunk ismétlését pénteken ugyanebben az időpontban sugározzuk. Következő adásaink időpontjairól a Képújság oldalain tájékozódhatnak. Én ezzel búcsúzom, az est hátralévő részére jó pihenést és jó szórakozást kívánok. Viszontlátásra!